Az emberi agy több mint 2 millió évig a gyűjtögető, vadászó, nomád életmódra készült. Csak néhány ezer éve fejlődött ki a módszeres gondolkodás, amely által kitartóan képes az ember egy távolabbi cél érdekében hosszan, akár monoton munkával is feladatot végezni. A mai iskola csak a 20. századra vált általánossá, majd kötelezővé. 5 évesen és egyébként 3 évesen is van egy kötelező logopédiai szűrés, és ezen a logopédiai szűrésen a kicsiknél a nyelvi fejlettséget nézzük, a nyelvi fejlettség szintjét nézzük a 3 éveseknél, az 5 éveseknél pedig elsősorban az artikulációs hibákat és a nyelvi készültséget, hogy majd az iskolában az írás-olvasással esetleg ne legyen problémájuk, tehát egy ilyen erre irányuló szűrés van kötelező jelleggel 5 évesen, és úgy kerülnek be ezek a gyerekek terápiába ez a szűrés által, hogyha ott hibát mutatnak, vagy valamilyen hiányosságot, akkor van egy ilyen logopédiai fejlesztő felzárkóztatás. Nem véletlenül ebben a korban, hiszen iskola előtt célunk az, hogy mire iskolába megy a gyerek, addigra ne legyen artikulációs problémája, vagy nyelvi, vagy a beszéd területén bármilyen problémája. De egyébként, hogyha fennmarad még iskoláskorban, akkor is első-második osztályban még jelen vagyunk az általános iskolákban is. A 21. századra felgyorsult technikai fejlődés ez azonban hatalmas társadalomkulturális fejlődés is társult, amely akarva-akaratlan már a nem várt mellékhatásokkal jár. A diszlexia, a diszgráfia, a diszpraxia, a diszkalkúlia, hiperaktivitás és autizmus spektrum zavarok egyre növekvő terjedése jelzi a problémát. Nyilván számít a körülmény, ahol a gyerek él, ahonnan a környezete, ahonnan érkezik. Számít a mai digitális világunk, számít a rohanó világunk, nincs annyira idő. Számít az, hogy nem élnek együtt gyakran generációk, hogy a nagymama vigyáz a gyerekre, hanem tehát, hogy a szülővel ritkábban találkozik. Csak hogy minél fiatalabb egy gyerek, annál kevesebb képernyőidő fér bele. Ugyanis, ha túl sok időt tölt egy kisgyermek tablet vagy okostelefon képernyője előtt, az számos problémához vezethet. A mai tapasztalat alapján már egészen pici korban nagyon sok digitális eszközzel találkoznak a gyerekek, és szülőcsoportokban, meg mindenféle fórumon a pedagógiai vonallal egyfolytában azt hangsúlyozzuk, hogy ennek a szerepe mennyire fontos, hogy az élő beszéd és ne a digitális beszéd kerüljön kapcsolatba többet a gyerekkel, hogy hallgasson mesét, hogy verseljenek otthon, hogy mondókázzanak otthon. És ez a rohanó világ, meg az anyagi asság felé forduló világ, nyilván a szülők hamar mennek dolgozni, kevesebbet tudnak a gyerekkel otthon maradni esetleg, amikor pont szükség lenne a beszédfejlődés megindulásánál, hogyha nagyon korai gyerekkorra nézünk, és később is egyre kevesebb idő marad arra, hogy leüljenek együtt, meséljenek, verseljenek, mondókázzanak, ami nagyon fontos a beszédfejlődéshez. A gyerekek idegrendszere még kialakulóban van, ezért minél fiatalabban, minél több időt tölt digitális térben, annál hamarabb idomul ehhez a figyelmi kapacitás. A képernyő túloldalán ritkán kell pár pillanatnál többet várakozni, emiatt a koncentrációjuk és a türelmük rendkívül alacsony tartományra áll be. Ez az egyik oka annak, hogy a gyerekeket évről évre egyre nagyobb arányban diagnosztizálják hiperaktivitással. És feltétlenül, hogy élő beszédet halljon, hogy egy az, hogy lássa élő beszéd közben az artikulációt, mert egy tévé, egy monitor nem ad vissza artikulációs mintát a gyereknek, ami ugye nagyon fontos a beszéd elsajátításába. A másik meg, hogy a közvetlen kapcsolat a szülővel, tehát hogy meglegyen a közvetlen kapcsolat, a közvetlen beszéd kapcsolat. És ez a szókincs fejlődésre, a beszéd fejlődésre, az artikuláció helyességére ez nagyon kihat. És hogyha együttműködő a szülő, akkor erre odafigyel, és ez látszik itt a terápiában is, hogy a gyerek mennyire, tehát hogy milyen környezetből jön. A képernyő előtt töltött idő magányos tevékenység. A szókincs, a kommunikációs készségek annál lassabban fejlődnek, minél több időt tölt a gyerek képernyő előtt. Mindemellett az érzések felismerése, megértése is elmarad. Falun jobban jellemző a munkanélküliség is. Járok olyan településekre, Pörbőj,
alsó nyék, ahol nagyon sok olyan szülő van, aki nem dolgozik, mert nincs munkája, vagy az egyik szülő nem dolgozik, és ő nyilván több időt tud fordítani ilyen szempontból, mint amiről most beszélünk, vagy hogyha a nagymamával együtt élnek, mert olyanok a körülmények, hogy nem költöztek külön, tehát ez még ma is előfordul, falu inkább jobban, és akkor ott jobban kapja a több generációs mintát. Mert azt gondolom, hogy régen ez teljesen természetes volt, hogy ölbe veszi a gyerekét, hogy ringatja, hogy ez egy teljesen nem kellett motiválni erre senkit, és ma pedig én vezettem megkésett beszédfejlődéses beszédindításos csoportot, ahol a szülőnek mintát kellett adni arra, hogy arra is, hogy fogja meg, hogy vegye ölbe, és ez elképesztő, hogy ezt is tanítani kell ma már. És ez mind azért van, mert felgyorsult világ, mindenki rohan, és nincs idő arra, ami nagyon fontos lenne. A digitális világ személyre szabhatósága okán a mi egónkat szolgálja ki. Ezért is szeretjük annyira. Azt csinálunk, amit csak akarunk, és a dolgok úgy történnek, ahogy mi akarjuk. A gyerekeknek, akik ehhez szoktak hozzá, jó eséllyel azt ismerik majd normálisnak. Már az óvodában gondot okozhat, ha osztozkodni kell valamelyik játékon, ha együtt kellene játszani egy másik gyerekkel, aki nyilván nem pont ugyanazt szeretné, amit ő. Hasonlóképpen, ha a dolgok nem úgy történnek, ahogy ők akarják, hatalmas dürohamokkal reagálhatnak. Az együttműködési hajlandóság hiánya a társas kapcsolatoknak se tesz jót, hiszen ha nem lehet együtt játszani egy gyerekkel, az beilleszkedés és barátkozás problémákba ütközhet. Ezek után képzeljük el, mi történik majd, ha ezt a gyereket megpróbáljuk beültetni egy olyan rendszerbe, ahol 45 percig kellene koncentrálnia valamire, ami nem róla szól, ahol nem az van, amit ő akar.